A rendkívüli jogrendnek megfelelően továbbra is a polgármester dönt minden kérdésben az önkormányzatokban. Bár a döntés felelőssége Bátaszéken Bozsolik Róberté, az eddigieknek megfelelően a képviselőtestület tagjai elmondják a véleményüket minden kérdésben. Mi továbbiakban is írásos előterjesztést készítünk, ezt a város honlapjára felrakjuk, és a képviselőkkel személyesen is konzultálunk a döntések meghozatala előtt annak érdekében, hogy valóban testületi jellegű döntések szülessenek. Január végén nagyobb számú döntést kellett hozni. Döntöttünk többek között arról, hogy 2021-ben milyen felújításokat kívánunk az önkormányzati tulajdonú lakásokon végezni. A korábbi gyakorlatnak megfelelően azt az összeget visszaforgatjuk a lakások felújítására, ami tárgyében a lakók által befizetésre kerül bérleti díjnak, így mintegy 9 millió forint értékben fogunk fejlesztést végezni. Ebben az esztendőben a Budaút 56-58 társasházunk kap jelentősebb hangsúlyt, ahol a villamos hálózat korszerűsítését fogjuk végrehajtani, mintegy 6 millió forint értékben. Folytatjuk a Hunyadi utcai társasházunkban szintén a villamos hálózat korszerűsítését, ott egy lakásnak a vezetékhálózatát fogjuk megújítani, és a szociális szükséglakásunkban vizesblokk kialakítást fogunk végezni. Bízunk benne, hogy ezekkel a feladatokkal is a komfortfokozatot tudjuk erősíteni, és ezt a folyamatot fogjuk az elkövetkezendő időszakban is folytatni. A testület elfogadta a Bátkom Kft. Üzleti tervét. A tervben 3%-os bérfejlesztés volt, de a kormány azóta kihirdette a minimálbér és a garantált bérminimum összegét. A február 1-től ők már a jogszabály szerinti illetménnyel fognak, vagy bérrel fognak találkozni. A Kft. Alapvetően a város sportlétesítményeit működteti és a zöld területeit kezeli, gondozza. Emellett részt vesz az utak, illetve a temető karbantartásában. Ezekhez a feladatokhoz biztosítottuk a forrásokat legalább a 2020 évi szinten. Egy terület van, ahol szolgáltatás csökkenés van jelen pillanatban, az pedig a tanúszodának az üzemeltetése. Ugye a járványhelyzetre való tekintettel maga a tanúszoda nem működik. Egyelőre úgy szerveztük, hogy ez június 30-áig sajnos fenn fog állni, majd meglátjuk, természetesen alkalmazkodunk a központi döntésekhez. Ez viszont azt eredményezte, hogy mintegy 7 millió forinttal kevesebb összeget kell biztosítsunk a Kft. Számára a 2021-es esztendőben. Természetesen alkalmazkodni fogunk a kormány döntéseihez. Nagyon bízunk benne, hogy a járványügyi helyzet enyhülni fog, és mondjuk az úszoda szolgáltatását is vissza lehet majd állítani. Az önkormányzat 1,7 millió forintot fordít ebben az esztendőben a temető karbantartására. Ebből várhatóan befejeződik a belső úthálózat kialakítása, illetőleg a harangtorony felújítása is. Két társadalmi szervezet részére is állapítottunk meg támogatást. A Rákóczi Szövetség részére 100 000 forint támogatást biztosítunk 2021-ben a határon túli magyar iskolák beiratkozásának elősegítése érdekében. Pontosnak tartjuk, hiszen a településünkön felvidékre ide telepített honfitársaink is vannak, ezzel is próbáljuk az anyaország és a határon túli magyarok kapcsolatát erősíteni, illetve a hagyományoknak megfelelően a Tolna megyei Vöröskereszt működését, és ezen belül a bátaszéki véradásoknak a szervezését szeretnénk segíteni, mint egy 300 000 forint támogatás biztosításával a 2021-es esztendőben.